legfontosabb, amit Baja kapcsán szeretnék mindjárt az elején kiemelni, hogy én Baján születtem. Bajai gyerek vagyok, ez a szülővárosom. És talán ez már meg is alapozza a Bajához való kötődésemet. Mindig is úgy éreztem, hogy az ember a szülővárosának a szolgálata által is a szülőhazáját szolgálja. Azon a helyen, ahová tesz minket az isteni gondviselés, ahová születünk, ahol kibontakozik a munkánk, a szolgálatunk, annak a helynek a szolgálata, közéleti szerepvállalása, az én egyházi szolgálatomon keresztül az egész hazámat is tudom szolgálni. Hogyha a bajaiakért teszek, akkor a magyarokért is tudok tenni. Ha Baján szolgálom az egyházamat, akkor az egész magyar egyházamat és a világegyházamat is szolgálom. Ez a legfontosabb. Itt volt a gyermekkorom, itt nevelkedtem. Számomra ez a város mindig is egy kicsiny makettje volt az egész országnak, hiszen szinte mindent, a hegyek kivételével szinte mindent megtalálhatunk Baján, ami Magyarországon előfordulhat. Számomra egy sokrétű, gazdag, tartalmú, élhető város, ahol tulajdonképpen mindenki megtalálhatja a hitét, a meggyőződését, a hivatását, szakmáját, szabadidős tevékenységét, kulturális elfoglaltságát, sportot, és még sorolhatnám. Számomra koronként, életkorom szerint változik, ahogyan megélem a Baján az életemet. Gyermekkoromban nagyon-nagyon szerettem a szigeten sétálni, kerékpározni, játszani, mind a két szigeten, a Pandúr-szigeten is, a Petőfi-szigeten is, illetve a Sugovica és a Duna környezete, mint gyermeknek. Amikor később már fiatalabb koromban elindultam, akkor már vonzó volt a Nemzeti Park tájvidámi körzet, ahol az állatokkal lehetett találkozni, túrázni lehetett. Most, ahogyan papi szolgálatom következtében visszatérek a városba, most nagyon szívesen látogatom a kulturális intézményeket, illetve a város olyan helyeit, lehetőségeit, ahol egy kicsit a művészet megjelenik. Nagyon szerettem középiskolás koromban például a könyvtár épületét, annak ellenére, hogy egy más felekezetnek, egy más vallásnak a régi épülete, imaháza volt, zsinagógája, annak ellenére nagyon sok időt töltöttem a könyvtárban is, ahol nagyon szerettem bóklászni a könyvespolcok között, előadásokon részt venni, és bekapcsolódni a könyvtárnak a vérkeringésébe, figyelemmel kísérni az új könyvek érkezését is, amire most papként talán kevesebb időm van, de attól függetlenül igyekszem alkalomattán visszajutni a könyvtárba is például.